Jó estét kívánok! Ez a Pápavárosi Televízió híradója november 11-én csütörtökön. Köszöntöm nézőinket! Az önkormányzati intézményekben dolgozóknak kötelező a koronavírus elleni védőoltás felvétele. Ezt a döntést hozta dr. Áldozó Tamás polgármester, miután a kormányrendelet polgármesteri hatáskörbe sorolta a védőoltás kötelezővé tételéről szóló döntésjogát. A városvezető ma délután jelentette be döntését a Városházán tartott sajtótájékoztatóján. Jogszabályok a polgármesterre telepítették azt a hatáskört, hogy az önkormányzati intézmények dolgozóinak esetében kötelező oltakozást rendelhessen el, és én a felhatalmazással élve a megelőző konzultációkon gyűjtött tapasztalatok, információk alapján úgy döntöttem, hogy a polgármesteri hivatalban és azokban az intézményekben, amikre az én hatásköröm kiterjed, elrendelem a kötelező oltakozást. Így fogalmazott dr. Áldozó Tamás polgármester ma délutáni sajtótájékoztatóján a védőoltás kötelező vétételéről. Döntését több egyeztetés előzte meg az intézményvezetőkkel. Ezt a döntést azért hoztam meg, mert úgy gondoltam, hogy a kötelező közszolgáltatások fenntartása érdekében a válaszszolgálatában dolgozó munkatársaink egészségéért, illetve mindazoknak a megóvásáért, akik ezeket a közszolgáltatásokat igénybe veszik, más lépést nem tehetünk. Az oltás a megoldás, hangsúlyozta a polgármester. Azt várom a kollégáimtól, hogy emiatt a rendelkezés miatt is, és egyébként a meggyőződésük miatt is ezt az oltásfelvételt megadott határidőig meg fogják majd tenni. A tájékoztatást az intézményvezetőktől minden munkatársunk megkapja. Ebben a tájékoztatásban egészen pontos részletszabályok bent lesznek, mindenkire nézve a kötelezettségnek a határideje, illetve esetleg, ha valaki úgy dönt, hogy ha ezt az oltást nem veszi fel, akkor pedig annak a következményeinek a részletei egyaránt szerepelnek. A polgármesteri döntés az önkormányzati intézmények dolgozóira vonatkozik. Én csak intézmények esetében hozhattam döntést. Ezek az intézmények a polgármesteri hivatal, a bölcsödék, az óvodák, az Egyesített Szociális Intézmény. A városgondnokság az nem tartozik a jogszabályban felsorolt intézményeknek a körében, tehát a munkáltató hozza meg majd legjobb belátása szerint a döntést. Ugyanez a helyzet az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál is. Ott a cégvezető hozza meg a döntést a koronavírus járvány elleni védőoltás kötelező vétételével kapcsolatban. Ünnepélyes záró eseményen adták ma át a Városházán a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett és indított közművelődési foglalkoztatási és képzési program keretében végzett szakemberek tanúsítványát. Az átadón köszöntőt mondott dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Unger Tamás alpolgármester. A Nemzeti Művelődési Intézet 2020 novemberében indította el képzési programját, amely egy országos fejlesztési program volt, amelyhez a magyar kormány 5,5 milliárd forint támogatást biztosított. Akik a tanúsítványukat átveszik, és akik a foglalkoztatási programban leszámolnak, ugye véget ér a munkaviszonyuk, ők a kis településeken fogják majd folytatni a munkájukat, közművelődési szakemberekként fognak dolgozni a falvakban. A pápai járásban ez egy nagyon jelentős előrelépés lesz, hiszen a 48 faluból több mint 40 településen most a programnak köszönhetően sikerült szakembert találni, végzettséget szerezni, és aztán ők dolgoznak tovább. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő köszöntő beszédében átfogóan beszélt a képzés és a program fontosságáról. Akik itt ülnek, azok hisznek abban, hogy főleg a kis települések fennmaradnak, és a kis településekbe érdemes úgy is energiát fektetni, hogy nem csak a fiatalok megmaradását jelentse, hogy kiépül az az infrastruktúra, amit egy város tud szolgáltatni adott esetben egy településnek, hanem az is, hogy olyan rendezvények, olyan kulturális események, vagy akár olyan kiadványok készüljenek az önök szervezésével és közreműködésével, amely segíti az ott élőknek a
kulturáltságának a megőrzését. Unger Tamás alpolgármester beszédében kihangsúlyozta a közösségek értékét és fontosságát a mai világban. Egyedies, egyénies, individualista világban kezdünk, illetve már jó ideje élünk, amelyet sem a felfogás, sem a, tehát az egyéni felfogása, sem a technológia nem segít, és tényleg abban az irányban megyünk el, hogy a közösségek felértékelődnek. A közösségek jelentik azt az értéket, amelyet egyébként a kormányzat és egy város vezetése is azt gondolom, hogy kötelezően kell, hogy támogasson. Lendvai János nét egyházas kesző polgármesterét arról kérdeztük, hogy miért gondolta fontosnak a képzés elvégzését. 2010 óta vezetem a falut, és ebben dolgozom. Tehát én évről évre ezt a munkát végzem, és egy kicsit szerettem volna belelátni mélyebben, hogy igazából jól csinálom, mert lehetne ezen még javítani, és ez volt az oka, miért én ezt elvégeztem. Az ünnepségen fellépett a Pápai Vadvirágművészeti Egyesület, a bizonyítványok átadását követően pedig állófogadással ért véget a rendezvény. Ma délelőtt a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat is megtartotta soron következő ülését. A képviselők elfogadták Pápaváros önkormányzata képviselőtestületének közművelődéséről szóló rendeletének módosítását, valamint döntöttek arról is, hogy ha a járványhelyzet engedi, megtartják hagyományos adventi koncertjüket a Szent József templomban. Az ülésen dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető tájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprém megyei kormányhivatal hatósági főosztályának törvényességi felügyeleti osztálya az idei évben törvényességi vizsgálatokat folytat. Ennek során Pápaváros önkormányzata képviselőtestületének közművelődésről szóló önkormányzati rendeletének tartalmát rendben találta, ám fel kell tüntetni azt is, hogy a nemzetiségi önkormányzatok véleményezték a rendelet tervezetet. A PNNÖ egyhangú igennel szavazott. Ezt követően a képviselők szavaztak arról is, hogy amennyiben a járványhelyzet engedi, megtartják az adventi hangversenyt. December 10-én pénteken, ahogy hagyományosan december közepén egy pénteki napon szoktuk rendezni 5 órai kezdéssel. Hát még képlékeny a fellépők listája, de biztosan részt vesz a Pápai Munkácsi Általános Iskola nemzetiségi tagozata. A nemzetiségi önkormányzat 200 ezer forintot különített el erre a rendezvényre, pályázati forrásból finanszírozzák a programot. A PNNÖ szintén 200 ezer forinttal támogatta a Munkácsi Iskola Mártonnapi rendezvényét. Az anyagköltségét, illetve a gyerekek vendéglátásának költségét fedezi ez az összeg, és örülünk neki, hogy Bakos Adél képviselőtársa mondta, hogy nem csak a nemzetiségi osztályok, hanem a sima osztályok is szerettek volna bekapcsolódni, illetve be is kapcsolódtak a rendezvénybe. Emellett Piller név Vódi Ilona elmondta, pályázni szeretnének a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját bemutató kisfilm finanszírozására is. Ülésezett a Pápavárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. A jelenlévő képviselők véleményezték Pápaváros önkormányzata képviselőtestületének közművelődéséről szóló rendeletének módosítását, beszámoltak a november 6-ai rendezvényükről, és döntöttek arról, hogy a november 20-ára tervezett tehetségkutató program elmarad. A Pápavárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ülésének első napirendi pontjában Pápaváros önkormányzata képviselőtestületének a közművelődésről szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezése szerepelt. A résztvevők ezt egyhangulag elfogadták. A vegyes ügyekben Kozák János elnök elmondta, hogy szombaton megtartották az Együtt lenni jó elnevezésű rendezvényüket. Hozzátette, nagyon jól sikerült, a főzőcsapatok is kitettek magukért, és a kulturális program is nagy tetszést aratott. Nagyon jó hangulatba zajlott le. Ott volt a Romano Glasso zenekar, aki szolgáltatta nekünk itt a jókedvet, úgyhogy táncoltak a fiatalok is, gyerekek, idősek. Nagyon jól éreztük magunkat ennek a programnak a megvalósításán. Elmarad viszont a Nemzetiségi Önkormányzat következő rendezvénye, az Áj színpadra,
melyet november 20-án tartottak volna. Itt a pandémia, illetve a vírus helyzetre való tekintettel, ami minden héten rosszabb és rosszabb adatokat hoz, ezért nem merjük, nem akarjuk megszervezni, nem akarunk még hozzájárulni a vírusnak a terjedéséhez, ezért úgy döntött a testületünk, hogy ezt a programot nem szervezzük meg most 20-án. A pápavárosi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke reményét fejezte ki, hogy jövőre meg tudják tartani ezt a tehetségkutató programot. Minden, ami liba, minden, ami mártonnapi hagyomány. Ennek jegyében szervezte meg idén is a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola a mártonnapi témahetet. A programot a járványügyi előírásokhoz alkalmazkodva osztályonként szervezték számos érdekes foglalkozással. A rendezvényt a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta. Bár az egész hét a mártonnapi hagyományokról, szokásokról szólt, november 11-e mindig kiemelt fontosságú a Munkácsy iskolában. Most a nemzetiségi osztályok mellett minden alsós és több felsős osztály is tartott ma kézműves foglalkozást. A Márton nap és a Márton napi népszokások, hagyományok nagyon kedveltek az iskolás gyerekek körében, és mind a magyar, mind a német és a sváb néphagyományok nagyon gazdagok a Márton napi néphagyományok területén. Márton püspökhöz kapcsolódóan több legendáról is tanultak a gyerekek. Az egyik ilyen történet megemlíti segítőkészségét, amikor megszánta a nélkülöző koldust. Amikor még régen a Márton ketté vágta a köpenyét, és ez nagyon megható pillanat volt szerintem. Hogy ennyire jó szívű, ugye? Igen. Természetesen a legismertebb történet az, amikor megválasztása előtt a ludak közé bújt, nem akart püspök lenni. Ez egy általánosan elterjedt legenda. A német anyaországi környezetben a lámpás felvonulás az egyik legfontosabb hagyomány. Éppen ezért sok osztállyal lámpásokat készítettünk, és hát mi tudjuk a Márton napi legendából, hogy a lámpásokkal keresték az emberek Mártont, amikor a libák közé bújt, és a gyerekek nagyon szeretnek lámpásokat készíteni, ez nagyon izgalmas nekik. Minden osztályban szorgoskodtak a gyerekek, nyírtak, ragasztottak, élvezték a kreatív munkát, énekeket is tanultak, és a felvonulás sem hiányozhatott. A kollégák és a tanítók nagyon kreatívak, és meglepő, hogy minden évben mindig valami újat kitalálnak, és én is mindig kutakodok az interneten, lessük el egymástól a jobbnál jobb ötleteket, így készülnek Márton mozaikok, lámpások. A Munkácsy iskolában a kreatív naphoz szükséges alapanyagokat, valamint a libazsíros kenyér hozzávalóit is a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával vásárolták meg. Kedves nézőink, ma este az időjárás jelentés alatt Bolna Bernadett fotóját láthatják. Következzen az időjárás jelentés. Pénteken is többfelé ébredhetünk nyírkos, ködös időre, helyenként köccitálás előfordulhat. Napközben tartósabb, párás, ködös, felhős, valamint napos területek váltják egymást. Nagyobb területen szürke időre nyugaton, délnyugaton van esély. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban -5, +3, napközben pedig 6-13 fokra van kilátás. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!